Azt gondolom, hogy a Szélrózsában valóban az itt a csodálatos, hogy egy-egy beszélgetéshez hogyan alakulnak akár a résztvevők korosztálya, összetétele. Nagyon érdekes volt látni itt az előbb a 2 órakor kezdődő beszélgetésen, hogy szinte csak tinik voltak. Most minden korosztály képviselteti magát, hiszen ez a határnyitás, 89-es téma, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára meghatározó. Nagyon örülünk ennek a 25-ös évforduló ünneplésének, hogy egyházi szinten is részesei lehetünk. 5 évvel ezelőtt Sopronban volt egy ilyen megemlékezés, ahol szintén Németh Miklós volt miniszterelnök úr, a vendégünk lehetett, és nagy örömmel fogadta el ismét a meghívásunkat, mi pedig nagy örömmel köszöntjük őt itt sok szeretettel. Illetve a beszélgetés másik résztvevője pedig Prőle Gergely, aki országos egyházunknak a felügyelője, illetve világi állásában, az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozik most, ugyanúgy külügyi kapcsolatokért, oktatásért, felelős helyettes államtitkárként. Úgyhogy nagyon örömmel fogom átadni számukra a mikrofont, nagyon örülök, hogy itt vannak, és akkor erről a valóban a 25 évvel ezelőtti eseményekről halljunk egy kicsit a fiatalabbak számára, hogy mit is jelentett ez, az idősebbek számára pedig, hogy mi hogyan éltük meg, és akár egyházi, akár politikai szemmel, milyen is volt ez. Szeretettel adom át a szót. Köszönjük szépen, kedves Balázs, tisztelt miniszterelnök úr, polgármester úr, püspök ura, kedves megjelentek, kedves minnyájan. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt ebben a körben is erről mindenről beszélgethetünk. Én is szeretettel köszöntöm Németh Miklós miniszterelnök urat. Valóban azt nem mondom, hogy összeszokott páros vagyunk, de már néhányszor volt szerencsénk erről a kérdésről beszélgetni. És ennek a mostani helyzetnek talán valóban az adja a különlegességét, gondolom én, hogy olyan generációnak kell 25 év után a rendszerváltásról beszélni, akik hát akkor még pajzán gondolat sem voltak. Na most, bár látom, hogy itt a jelenlévők többsége azért ezen a koron kicsivel túl van, nem sokkal, de talán egy kicsivel. Örülök, hogy ilyen színes a jelenlévők köre. Mégis azt gondolom, hogy minnyájatokat érdekel az a kérdés, hogy egyáltalán miért fontos egy tinédzsereknek szóló evangélikus rendezvényen arról beszélni, hogy mi történt a rendszerváltáskor. Miért fontos egyáltalán a történelem? Mi az, amit ebből a mai élettapasztalatunk számára levonhatunk? Mi az a tanulság, ami 25 év után levonható? És ebben egy olyan embert hívtunk segítségül, aki egyébként számomra is meglepő módon a rendszerváltás idején őrült fiatal volt. Miklós, rólad beszélek. Most is nagyon fiatal vagy még, de azért amikor én, ez nem most történt, hanem talán a soproni alkalommal, amikor megnéztem, hogy te akkor 40-41 éves, 40 éves voltál, akkor valahogy egészen valószínűtlennek tűnt, hogy a kommunista nomenklatúrából, ami azért mégis, ahogy a németek mondják, a gruftik gyülekezete, hirtelen egy 40 éves ember tudott egy ilyen fontos helyre kerülni. Ugye a te életpályád közismert, monokról indultál, hívő katolikus környezetből, közgazdasági egyetem, országos tervhivatal. Te mivel magyarázod azt, hogy ezek a részben fura figurák, nagyon vegyes társaság, mint tudjuk, az akkori magyar kommunista elit, hogy esett rád a választás? Jó napot kívánok, köszöntök a résztvevőket. Hallani? Ha megengedik, én felállnék. 2 oknál fogva, délóta a Miklós Boros Miklós jóvoltából végig
végig rohantuk a Balaton aszófőtől az utat. Szegény ki se szállt, megfordult. Invitáltam, hogy egy mosdó, de mondta, hogy nem. Jönnünk kell, hát 2 perccel beestem én is, vagy 3-mal, de muszáj voltam egy kávét meginni, mert ebédelni is alig, kávét nem tudtam inni. És hát így 66-odikat taposva már az ebéd utáni kávé nekem fontos. Először az első megjegyzésedhez, Gergely, amikor én 40 évesen leteszem az esküt, ez november 24-e 88, és karácsony előtti 7 hetekben, de már decemberben vagyunk, a pakisztáni nagykövet sürgős látogatást kér. Úristen, Pakisztán, milyen bajunk van nekünk Pakisztánnal. Nos, hát kapott 10 percet, nem tett mást, mint hozott nekem egy terülyasztalkám kosarat, amiben hát különféle magvak, meg déli gyümölcsök és egyebek voltak, és egy lezárt levél. És kérte, hogy nyissam ki a levelet, a levél azóta meggyilkolt Buttótól származott, aki közölte, hogy mostantól én ugyan pár hétig világbajnokként, a legfiatalabb miniszterelnökként regnáltam a világon, de Benazir Buttóról beszélek, Benazir Buttó átvette tőlem ezt a címet, miért ő december valahanyadikán több pártrendszeri választás keretében, de Pakisztán miniszterelnöke lett. Nos, egy hosszabb folyamatot szeretnék röviden, nagyon röviden összefoglalni. A 80-as évek eleje, és az a Magyarország, amiben mi együtt voltunk és éltünk, a 10 millióból 868 ezer MSZMP tag volt. Ennek a 860 ezer kerekítek MSZMP tagnak körülbelül volt egy 100-150 ezres igazi bolsevik, marxista, úgyhogy majdnem eltört a pálca, a gerinc, annyira óhitű, igazi, őket nevezem igazi kommunistának. A többi részben, ott a maradékban, ott nagyon sokféle irányzat és nagyon sokféle ember megfért. Hát én például azért léptem be a pártba 68-ban, 20 évesen, mert az egyetem akkori rektora, aki az 1968-as új gazdasági mechanizmus, ha még az idősebbeknek ez mond valamit, bevezetésében jelentős szerepet játszott Nyers Rezső szárnyai alatt. Szabó Kálmánnak hívták az illetőt, és kérem szépen, ez a Szabó Kálmán, amikor rektor lett, akkor ilyeneket csinált. Egy. Körbejárta a világot, szerzett a Közgazdasági Egyetem fiatal tanársegédjei adjunktusai számára Ford, Rockefeller és IREX ösztöndíjakat Amerikába, Cambridge, Oxford és Mannheim, és hadd ne soroljam tovább. Ide csak a fiatal tanársegédek és adjunktusok kerülhettek ki. Így kerültem ki 75-76-ba a Harvardra, jó magam is. 2. Ezekről az egyetemekről, no nem minden szakra, de a nyelvigényes szakokra, a nyugati egyetemekről hívott meg professzorokat, egy hónapig anyanyelvűek tartották az adott szaktárgyat a Közgazdasági Egyetem nagyon sok szakán. Nem mindegyik szakon, mert mondjuk a belkereskedelmi szakon, mert volt akkor egy ilyen, ott azok nem hallgattak külföldi nyelven minden fél évben. Tehát ez 2 hónap. 3. Elérte azt, hogy a 3 egyetemi kar,
demokratikusan és titkosan teljes jogú egyetemi tanácstagokat választhatott. Hát ez az összes egyetemen az országban lehetetlen volt. És na, nem sorolom tovább az érdemeit, és amikor 68-ban 20-22-en lehettünk a szobájába, behívatta a diákokat, és azt mondta, hogy itt van a három kar évfolyamainak a krémje. Látjátok, hogy mit a fényes szelek nemzedéke a Szabó Kálmán. Látjátok, hogy mit akarok? Látjátok, hogy mire... Na hát én meghívlak benneteket, mert rátok belül van szükség. Hát kérem szépen, mind a 20-valahányan elfogadtuk a meghívást. Hát ha egy ilyen hiteles ember, aki tett le az asztalra valamit, és azt mondja, hogy belül rátok van szükség, na hát ez nem talált a családban ugyanilyen fogadtatásra, mert amikor én hazamentem, és édesanyám gyúrta a konyhába a gyúródeszkán a levesbe való tésztát, hát elmondtam neki, hogy mi történt. Megállt az asztalnál, megtörölte a kezét a köténykéjébe, és odafordulván azt mondta, hogy csak apádnak el nem mond, mert szíjat hasít a hátadból. Na hát a vasárnapi ebéden én elmondtam az édesapámnak. Röviden mondom, 6 hónapig, pedig minden hónapban hazamentem, 6 hónapig még csak a kezét se adta, átnézett rajtam, mint az ablaküvegen. 6 hónap után enyhült meg. Hát ez is érthető. Ő egyike, vagy azon keveseknek volt, akik a Donkanyarból hazajöttek, és kérem szépen Lübeck alatt esett amerikai fogságba. És ahányszor elmesélte, édesanyámnak még akkor csak udvarolt, amikor Kassára bevonult. Az fiam, ez azért van, és mindig el, mert anyától ezt, és egy fakereszt lógott a nyakába, és ő az egészet, hogy ha élve megúszta, és ezt tiszteletbe kellett mindenkinek tartani, és ezt a hitet, ha ő ezt így élte meg, ezt ma is én tisztelettel említem, és le a kalappal előtte. Tehát ez a családi háttér, ez az pártba belépés. De még egy elemet hadd mondjak, kérem, 79-től a magyar kormányba és minisztériumokba, főosztályvezetőtől volt pártnemok? Volt. Hogy ne lett volna? PB döntött, KB hatásköri lista volt, az üzemekben is a pártbizottságoknak megvolt a hatásköri listája arra, hogy kit mire nevezzenek ki. Én erre már felnőtt fejjel emlékszem. Hülye gyerek, felkészületlen ember nem kerülhetett semmelyik minisztériumba, csak azért funkcióba és pozícióba, mert neki volt egy MSZMP tagkönyv a zsebébe. Maradtak kövületek? Maradtak. A 80-as évektől azonban ez már nem volt jellemző. És különösen nem volt jellemző a kulcsminisztériumokban. Tehát most én a gazdaság területéről ilyennek tekintettem a pénzügyet és a tervhivatalt. Az igazságügyminisztériumban, kérem szépen, Kilényi Géza, ha még mond valakit, Papácsi Edit, ha még emlékeznek az idősebbek, Sárközi Tamás, és így tovább. Egy új hullám, egy új generáció jön föl. A legnehezebb a honvédelmi és a belügyminisztérium volt. Ez már az én vállamra esett. De kérem szépen, a 89 júniusára 38 tábornokot nyugdíjazunk. 38-at. Miért? Mert ahhoz annyira sziklaszilárd emberek voltak, hogy már a gerincük majd eltört. És választjuk ki az arra rátermett vidékről főleg tábornok jelölt embereket, és tesszük őket kulcspozícióba. Ugyanezt
próbáltam elérni a belügynél, részben sikerült. A Horváth István volt a belügyminiszter, aki nagyon reformpárti ember volt, és támogatott sok mindenben, de a személyi kérdésekben gyenge volt. Tehát, ha lehallgatják, mert az én időmben még ment a magnetofon a kormányüléseken, és jegyzőkönyvek készültek részletesen. Ha lehallgatják a történészek majd a magnószalagot, akkor hallani fogják, hogy háromszor kérdezek rá Horváth István belügyminiszterre, hogy Pista, beszéltél a szovjet tábornokokkal, hogy lejárt az idő, és haza kell menjenek? Igen, nem, még nem. Na, az lett a megoldás, hogy én behívattam Stukalint, az akkori szovjet nagykövetet, és elmondtam Stukalinnak, hogy én ezt Gorbacsovval megbeszéltem már március elején. Tehát nyugodtan hívja fel a itteni tábornokok figyelmét, hogy ez a határidő, és a belügyminisztériumból ki kell költözzenek, és haza kell menjenek. 89 júniusáig ugyanis ahány főosztálya vagy csoportfőnöksége volt a belügynek, ugyanannyi szovjet tanácsadó tábornok ugyanazon a területen ott ült, és nem csak ott ült, hanem ellenőrizte a munkát. Kis zárójel. Az egyetlen hiteles ügynöklista Moszkvában van. Mind a mai napig, mert ami itt Magyarországon történt, az szégyen teljes dolog. Ebbe betettek, kivettek, megsemmisítettek. A szovjet tábornokok 3 hétig hordták ki az iratokat, ami az övék volt, mert hisz ott ültek közel 40 évig. Ezért mindenkinek, történészeknek is szoktam mondani, hogy várjátok meg, amikor a moszkvaiak feloldják, ott meg fogjátok találni az egyetlen hiteles ügynöklistát Magyarországról. No, tehát Horváth Pistánál így sikerült elérni a cserét, és hát ott is új emberek kerülnek kulcspozícióba. Még egy záró gondolat azzal a megjegyzésemmel, hogy 860 ezerből azt akartam érzékeltetni, hogy nem véletlenül tört, tehát a 150 ezer fölötti részről beszélek. Nem véletlenül történt az aztán, hogy a Kisgazdapárttól az MDF-en át az SZDSZ-ig, jó, hát a Fidesz talán kivétel volt, noha, ha jól meggondolom, ott is megtalálom a volt MSZMP-s tagokat. Tehát nem véletlen az, hogy ebből a több százezres volt MSZMP-s tömegből kiki érzésvilágának, értékrendjének, felfogásának megfelelően aztán bemennek a többi pártba. Ez nem véletlen. Nem azért, mert az MSZMP vagy bárki küldte őket oda, hanem mert egy gyűjtőpártba rengetegen belefértek. Köszönjük szépen. Csak egy szolgálati közlemény, hogy a Tarklári kioszt ilyen tollakat, meg papírokat, és azon majd ilyen németes módszerrel össze lehet írni a kérdéseket. Biztos láttatok már ilyet, meg lehet, hogy más alkalmakkor is így zajlik. Én próbálok visszatérni ahhoz az alapkérdéshez, hogy lehet ezt a mostani fiatal generáció számára megragadni, ezt az összetettséget, vagy ha tetszik, azt az abszurditást, amiben mi akkor éltünk. És hagyj meséljem el a saját érettségim történetét, ahol én a saját bőrömön tapasztaltam ezt a kettősséget. Az én gimnáziumomban, a József Attila gimnáziumban, ami most már ugye szintén egyházi kézben van, Szent Imre gimnázium, ciszterek a Feneketlen tónál, ahova egyébként ez a bizonyos Horváth István is járt,
olyannyira, hogy amikor meglátogatta az iskolát, akkor a belügy kiürítette a teljes iskolát, mi röhögtünk a szemközti parkból, mert elmaradt a tanítás, és a bejáratnál fogadta őt a pártitkár, valamint Laci bácsi a portás, aki már a ciszter időkben, amikor ő odajárt, már akkor is portás volt. Ez zajlott le. De nem ez a sztori lényege, hanem a saját érettségim, most már elmondhatom, hogy miért nincs nekem érvényes érettségim történelemből. Azért, mert az történt, hogy a nap végén kijött a történelem tanár, és azt mondta, Gergely, ugye te olvasol újságot. Mondom, tanárnő, én szoktam, igen, a magyar nemzet jár a család. Azt mondja, hallottál-e arról, hogy most volt a párt tizen, nem tudom én, hanyadik párt értekezlete? Hát mondom, valami rémlik, tanárnő, de miért fontos ez? Azt mondja, egyrészt azért, mert a belső érettségi elnök az a Kárpáti Ferencné, az akkori honvédelmi miniszternek a felesége, ő volt egyébként az iskolai pártitkár is, a külső érettségi elnök pedig a kerületi pártitkár, és azt mondja, nekem viszont valamit most bizonyítanom kell abból, hogy én milyen elfűen tanítottam nektek a történelmet. Azt mondja, jobbról a harmadik tételt húzd ki, legyél szíves. Mondom, tanárnő, oké, az átétel megvan, ezek szerint az MSZMP ki tudja hanyadik párt értekezlete, na de mi a B-tétel? Azt mondja, ezt nem mondom el, azt úgyis tudni fogod meg, hát ennyire ne cinkeljük már a lapokat. Bementem, kihúztam jobbról a harmadik tételt, átétel a párt értekezlet, B-tétel a kereszténység. No, így zajlott a történelem érettségim. Felmondtam azt, amit az újságból, hát nem volt nehéz, mert azért azt a szöveget mondjuk elég könnyű volt reprodukálni. A kereszténységgel, meg hál' Istennek a kelenföldi konfirmációs képzés okán mégiscsak szintén nem volt probléma. No, tehát ez eddig rendben van, de én attól tartok, hogy azzal, hogy ennyire elmegyünk ebbe az irányba, Miklós, hogy milyen reformbarát volt a közgáz akkori rektora, ezzel bizonyos mértékig a rendszer apológiáját is elvégezzük. Tehát azért nekem van egy olyan megérzésem, vagy elképzelésem a magyarországi rendszerváltás ellentmondásosságáról, hogy mi most, a mostani problémáink jó része ebből az ellentmondásosságból ered. Tehát azok a szabadságok, amik nyilván a kommunista párt 56-os tapasztalatai alapján jöttek, hiszen gondolom a kommunisták jó része felmérte, hogy jobb reformokat végrehajtani, mint lógni. Tehát ez valamilyen módon mégiscsak... Még azt próbálom valahogy mégiscsak elhitetni magunkkal, hogy ez nem pusztán a kommunista elit éles látása volt, nem pusztán arról van szó, hogy itt valami megvilágosodás történt, hogy tényleg azért a demokrácia meg bizonyos szabadság az mégiscsak jobb, mint az összes többi, hanem itt volt egy történelmi tapasztalat, ami 1956-hoz köthető, az egész kádári konszolidáció is ebből jött, és ennek aztán, hála a jó Istennek, mondom így visszatekintve is, voltak olyan eredményei, amik például a te közgazdasági egyetemi tapasztalataidat is eredményezték. Áll ez a tétel, vagy hülyeség az egész? Nem, csak sokkal árnyaltabb és sokkal bonyolultabb áll a tétel, tehát én nem azzal, véletlenül se fogja fel bárki, úgy, hogy én mentegetni akarom az előző rendszert. Hát ha valaki azt tudta, hogy milyen csődben van, az többek között én voltam, meg sok mindenki más. Volt a párt gazdaság politikai osztályán egy nagyon fiatalon meghalt munkatárs, amikor valami nem tetszett neki, amit felülről diktáltak, akkor ott a HM-mel szemben volt egy ilyen három lépcsős kis kocsma, presszó. Szegény oda ment búsulni, és mentünk utána, hogy visszahozzuk, és ilyen kis kerekasztalon támasztotta a fejét, hát sokadik vodka, meg sör után,
és énekelte, hogy fúj, süvölt a mátrasz. Így, ahogy van, ez így szól. Na, a pártközpontban dolgozó munkatárs. Tehát itt nehogy itten, és ezt az országot 40 évig működtetni kellett, és aki nekem azt meri mondani, hogy ő 89-ben, a határnyitás után, azt meri mondani, hogy látta előre, hogy 91. október 3-án egységes Németország lesz, azt kérem szépen, szerintem egy hazudós ember, ilyet sem Kohl, se felelős nyugati politikusok, nem a kommunista oldalról, ilyet nem gondolt. Így hozta a csillagok állása, így hozta az akkori résztvevők ügyessége, helyzetfelismerése és annak a kihasználása, hogy meg lehet valamit jól csinálni. Tehát én nem apologetikáját akarom adni az egésznek, csak azt se szeretem hallgatni se, meg azt se szeretem, ha valakibe úgy csapódik le, hogy hát ez már annyira... Nem, ezért dolgozni kellett, ezért meg kellett küzdeni, hogy ez a helyzet kialakuljon, és ehhez nagyon sok erecske, apró tégla volt szükséges. Ezeket felismerni, és ezekkel szembenézni a kihívásokkal, és ezekre válaszokat találni, az igenis az akkori résztvevőknek az érdeme, nem csak az enyém, sok minden másé. De úgy amblok azt a 860 valahány ezrest, hát akkor hadd meséljek el még egy történetet. Én együtt szoktam teliszezni Bújtorral, mert barátom volt, együtt vitorláztam vele 20-valahány évig, és ott a Vásárvárosban, hát a Bújtor a Barta Ferenccel játszott, én pedig az egyik tanácsadómmal párba. A mellettünk levőn a külkeresek pályán, a külkeresek játszottak, és a végén leültünk egy szusszanásra beszélni. 89. április. 89. április. A Külker pályán Veres Péter játszott Martonyi Jánossal, Fazeka Szabcival és Antal Péter Tiborral. Mi is ültünk a magunk asztalánál, ők is. Odalép az asztalomhoz, vagy az asztalunkhoz Martonyi János. És a következőt mondja. Miklós, látom, hogy jó irányt vettek a dolgok, és nem akarom, hogy a Külker minisztérium pártitkárától halljad meg, de kértem a felvételemet 89. április. Kértem a felvételemet az MSZMP-be. Az utolsó MSZMP tag Martonyi János, aki a Fidesz két kormányában külügyminiszter. El kell érte ítélni? Nem. Bonyolultabb ez, mint sem, hogy így baltával kezdjük vágdosni a forgácsot. Igen, ezt jó, hogy mondod, Miklós, mert az előbb tettél egy megjegyzést, amit nem biztos, hogy mindenki értett, és én sem biztos, hogy világosan értettem, de mintha azt mondtad volna, hogy ezt az egész kommunista meg ügynöki múltat szégyen teljes, hogy nem dolgoztuk föl rendesen. Ugye itt utaltál a korlátokra is, hogy az igazi lista az csak Moszkvában van meg. Ez biztos, hogy így van. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez nem menti a magyarországi helyzetet. Sokkal többet lehetett vagy kellett volna tenni ennek a múltnak a feltárása érdekében, és csak jelezni szeretném, és ez itt a reklám helye, részben a Luther kiadó felé is, ugye, hogy én azt gondolom, és ezt többen visszaigazolták, hogy Magyarországon a magyarországi evangélikus egyház az egyetlen olyan szervezet, amelyik ezt a titkos szolgálati érintettséget következetesen feltárja, és ráadásul úgy tárja föl, hogy a feltett szándéka nem az ügynöközés és nem a megbélyegzés. Nyilván van ennek egy keresztényi kiengesztelődés felé mutató iránya,
érezzük azt, hogy ez mennyire lehetetlen, mert mindig egyszerűbb megbélyegezni valakit, és ilyen baltával falagott nézeteket képviselni, mint cizellált véleményt kialakítani, de ennek kapcsán azt gondolom, ha valahol, hát a mi egyházunkban nagyon pontosan látható ennek az egész rendszernek, a működésének a kétarcusága, mert voltak, a püspökök között is voltak, kimondom, gazemberek. Tehát olyan, aki elárulta nem csak az egyházat, hanem a saját lelkésztársait is személyesen. Nem csak az evangélikusoknál. Na jó, köszönöm. Ez amennyire megnyugtat, annyira aggaszt is. És ugyanakkor voltak olyanok, és azért hagyd mondjam el azoknak a fiataloknak, akik itt vannak, azt gondolom mindnyájunk nevében mondhatom, hogy a mi gyerekkorunkban is voltak olyan élmények, a kommunista rendszer vélt vagy valós virágkorán, amikor így együtt voltunk, és nem tudtuk ugyan, hogy kik az ügynökök egy hasonló gyülekezetben, de valószínűleg az ő jelenlétük tette lehetővé azt, hogy a mi egyházi gyerek és fiatalkorunk azért bővelkedett olyan alkalmakban, amik hasonló lelkülettel voltak megtelve, mint a mostaniak. Tehát a fájdalommal vagy nehezen vállalt kompromisszumok ugyanakkor lehetővé tették azt, hogy pozitív eredmények is szülessenek, és ezt mondom úgy, hogy tudom, hogy vannak, akik ezt a véleményt túlzott engedékenységnek tartják az akkori kommunista rendszerrel, vagy az ügynökökkel szemben. De nem tehetek róla, ez az én személyes tapasztalatom is. Tehát félreértés ne essék, én nem egy ilyen baltával faragott véleményt akarok most képviselni, csak valahogy azt próbálom feltárni, hogy mindezek ellenére, hogy lehet a 89-es rendszerváltozást mégis világosan egy határkőként definiálni. Egyrészt, hogy tudjuk, hogy voltak éppen mi itt Magyarországon, most mit is ünneplünk 25 év után. Másrészt, hogy ha el is maradt a felelősségre vonás, ha a 89 előtti időben is voltak rendes emberek és voltak jó dolgok, akkor mi az az érték, ami a rendszerváltást követően megszületett és korábban nem volt? Mi az, amiért kinek ízlése, hite, vallása alapján hálát kell adni a történelem urának, vagy úgy kell a rendszerváltókra gondolni, mint akik valami nagyon pozitívat tettek annak érdekében, hogy most jobb legyen, mint annak idején volt. Hát én egy most nagyon slágvortos lesz, vagy távirati stílusban akarom elmondani azt, amihez el akarok jutni, mint válasz. Én 12 éves vagyok, amikor életemben először vonatot látok. 1961-ben vezetik be a falunkba, én addig petróleum lámpa mellett tanulok, és sárgaföld, lócitrom és törek keverékéből tapasztják a nagyanyám és édesanyám a házat. 21 éves vagyok, amikor, miért zúg ez ennyire? Közel van? Amikor életemben először repülőt látok, és külföldre utazom. Külföldre. El se tudják az itt ülő fiatalok azt képzelni, hogy mit jelent az, hogy szabadon utazni, még mai fejjel is, ahányszor Hegyeshalomnál átmegyek, még most se bontották le azokat a zöld bódékat, de nekem még összerándul a gyomrom. Ezek a fiatalok ezt már élményszerűen nem tudják, és ne is tudják meg sohasem.
hogy mit jelentett az, hogy utcán vásároljuk a feleségem nászútjára, nászútunkra, Zakopánéba megyünk, és az egész család dolláronként, mert dollárt kért a Helena néni azért az egy hétért, amíg ott voltunk, és az utcán az egész rokonság, budapestiekről beszélek, nem monokon gyűjtötték a dollárt, vagy váltották, egyesével visszük, vásároljuk fel. Tehát az a szabadság, az a demokrácia, hogy a pártok megalakulhattak, hogy demokratikus versenyben igenis küzdjenek meg értékbázis. Az értékbázis egy kicsit ma már, ugye, mert én az elmúlt néhány évet össze nem akarok minősíteni, mert akkor már napi politikához megyünk. De hát azért hadd mondjam, ha már belekezdtem, én még olyan baloldali szociáldemokrata pártot életembe, a Lajtán Amarra túl nem láttam, amelyik elsősorban a nagy tőke és a multik érdekében politizál, és olyan jobboldali elkötelezettségű pártot se láttam, csak itt ezen a térfélen, amelyik a kicsit az egalitáriánus kommunista rendszerre hajazó lépéseket vezet be és alkalmaz sorozatba. Ez már az értékek keveredése és a nagyon-nagyon rövidtávú szemlélet eluralkodása a hatalomba maradásért, a hatalomban való részvételért, egy lebutított és végtelenül primitívvé tett tudatában 25 évről beszélek országban. Ebben benne van az összes pártnak és az összes politikai intézménynek a felelőssége és a média felelőssége is. Tehát, amit ahova el akarok jutni, hogy én igenis látom, hogy nem úgy volt katarzis, mint Romániában. Nem úgy volt katarzis, mint a néhány többi országban. Mert mi valóban az asztalnál tárgyaltunk ki dolgokat. Én egy picit óvtam őket, az akkoriakat, hogy túl gyorsan, úgyis minden a szemetek előtt történik. Én ezt a kifejezést használtam, én szívesen trágyázok még tovább, mert hisz minden a nyilvánosság előtt zajlott 89-90-ben. Nem vagytok még beágyazódva a társadalomba. Több időre van nektek is szükségetek azért, hogy. Nem, tűzzük ki a választást, kitűztük. Első Antal kormány kezdett utolsó dokumentumokat átadom Antal Józsefnek, meg a páncélkulcsot. Családi fotót készítenek a miniszterelnöki szobában, és kérdezem a Jóskát, mondom, Jóska, 164 képviselőd van. Hányat ismersz ebből személyesen? Elgondolkodott pár, azt mondja, hát talán olyan 25-30-at. Hát mondom, akkor neked nagyon-nagyon nehéz dolgod lesz. Egyetlen egy példa arra, hogy mennyire készültek rá a hatalom megragadásán túl. Mennyire volt ez organikus? Hát nem volt organikus. Hát volt egy-két párt, amelyik ugye megjelent rögtön, Kisgazdapárt, vagy a Barankovics párt, sorolhatám őket. Na de hát kérem szépen, a Kisgazdapártba ki jelent meg? Tordján Józsi és néhány. Kereszténydemokrata Néppárt. Hadd ne soroljam a vezetőket, és akkor Vörös Vince bácsi, ugye, emlékeznek az idősebbek, aki beérkezik Kohl kancellára küldöttségével a parlamentbe, és üdvözölte a CSU delegációját. Így mondta a CSU. Ez a CSU. Bocsáss meg Miklós, de azért itt csak, hogy mert azért vannak sokan a fiatalabb generációból is. Azért ezeknek a pártokban, a pártok vezetésében voltak a kommunista titkosszolgálati emberek is.
Egy jó részében. Mindegyikben, még az MSZP-jében is. A 33 tagú MSZP-ben is ült egy. Az összes többi. Én átadtam azt a listát, amelyik úgy került hozzám, ez már ismert. Átadtam az Antal József miniszterelnök úrnak azzal, hogy elmondtam, hogy hogy került hozzám, elmondtam, hogy nem verifikáltam, de azt sem akartam, hát hogy ne rébuszokba beszéljek, Horváth István a Dunagét után lemond, belügyminiszter, mert le kellett mondania. Gál Zoltánt megbízott, ez 90. január, és március 25-én már választások vannak. Gál Zoltán megbízott belügyminiszter. Hát Zolinak akkor érthető módon tele volt a nadrágja, úgyhogy minden nap legalább háromszor bejött hozzám, és hozta az ügyeket, meg az egyik nap azt mondja, mert mondom, délután szoktál Zoli jönni, most miért jössz délelőtt? Nagyon fontos. Rögtön a reggeli bemenet. Azt mondja, nézd meg, ez volt az asztalomra téve ma reggel. Ez néhány lapocska, sűrűn telegépelve nevekkel. Azt mondja, mit csináltál? Mondom, hát hogy kerül? Azt mondja, én nem tudom. Azt se tudom. Kitette oda? Mondom, akkor itt hagyod. De ha bárki ott a belügybe kérdezi, akkor megmondhatod, hogy ez, még akkor én nem tudtam, hogy kinek, de ez a néhány lap át lesz adva az új miniszterelnöknek. Méghozzá így, a történetet elmondva. Na most az Antal József egy idő után megkért engem, hogy hát a köztársasági elnök úrnak is, és hát ne ő adja, mert ezt én adtam neki. Úgyhogy én átadtam egy példányt a Göncz Árpádnak is. Mit látok? Én csak egy évet ültem a akkori parlamentben, mert elszólított a munkám Londonba, hogy hát főleg az SZDSZ-nél nem egyszerre, hanem úgy egy kis idő elteltével egymás után személyes családi ilyenoknaknál fogva lépnek le az emberek, vagy köszönik meg a munkát a parlamentben nekik, és új emberek ülnek a helyükre. Kérem, minden 90-ben 6 bekerült pártban ült ügynök csak a általam néhány oldalasnak minősített papír alapján. Tehát mindegyik párt a Fideszbe jött. Úgyhogy nagyon nagy kár, hogy mi nem a német utat választottuk, és nem néztünk vele szembe. Én a Dunagét után azt mondtam az Antallék, hatan voltak, én azt mondtam, hogy 3 opcióm van, már akkor tudtam, hogy ebbe kotorásznak, hisz a Dunagét arról szólt, hogy ledaráltak dolgokat, amit az általam kiküldött vizsgálóbizottság meg is állapított, hogy túlment a darálásban a szokásos leselejtezésen. Innettől kezdve ez, és hát hogy kitett be még, meg kivett ki kit, azt a jó Isten tudja. Én ugye azt mondtam, hogy vagy ledarálni az egészet, ha már ez nem hiteles, vagy 2, nyilvánossá hozni most ilyen állapotban, hogy van, 3, majd az új kormány és az új parlament. Kérem, ezt a harmadikat választották az akkori politikai résztvevők. Egyet kértek, hogy én garantáljam, és én akkor lezárattam az egészet. Fiatalok, mert már másodszor futunk neki. Nem. Egyik hiányossága, hogy nincs objektíven feltárva és elmondva a történészek által sem az akkori 2 vagy másfél év története. Mostantól kezdve ennek nincs akadálya, mert a 25 év moratórium lejárt, nyilvános minden anyag, hozzá lehet férni, és mint mondtam, az én időmben még ment a magnó, és
részletes jegyzőkönyvek készültek. A németek, most voltam ott júniusban, a Point Alpha-díj kapcsán, kérem, egy csodálatos dolgot hoztak létre. Csináltak mementóként az amerikai támaszpont környékén, meghagyva, modernizálva olyan 150 méternyi vasfüggönyt, ráépítettek egy gyönyörű múzeumot, és csináltak egy alapítványt, amelyik azt szolgálja, és azt a célt szolgálja, hogy az ország minden részéből odahívnak 4-5 napra fiatalokat, és bemutatják, és elmondják a kelet-német történetet nekik. Mi volt a bezártság lényege, mi volt az egypártrendszer lényege. Én bele-bele lapoztam általános iskolás gyerekek tankönyv, már felső tagozatos történelem könyvekbe, aztán belelapoztam néhány középiskolás történelem könyvbe. Hát megmosolyogni valóan félrevezető, és megmosolyogni valóan primitív. Tehát ilyen egymondatos, kétmondatos, kétbekezdéses minősítések, hát akkor szerencsétlen fiatalok onnan tudják. Na most Miklós, ez mind rendben van, és ebben neked igazad van, csak ugye azért pont a német helyzettel akarod összehasonlítani. Erre utaltam én az előbb, szóval én nem szerettem volna a 70-es, 80-as években NDK-s fiatal lenni, csak azért, hogy a rendszerváltás az módszeresebben mehessen végre. Mert ugye ők az utolsó pillanatig kitartottak, ezért aztán nem volt nehéz, ugye Joachim Gauckot, majd mindjárt ünnepélyesen átadok neked egy kötetet a Luther kiadó vezetőjével együtt, amit most nemrég adtunk ki. Tehát ahhoz, hogy ott egy éjszaka alatt meg lehessen ostromolni a titkos szolgálati archívumot, és gyakorlatilag egy érintetlen dokumentációból lehessen dolgozni és feltárni az ügynök múltat, ennek az volt az ára, hogy ott az utolsó pillanatig kitartott a diktatúra. A mi kommunistáink belátóbbak vagy ravaszabbak voltak, nézőpont kérdése, időben felismerték, hogy jobban járnak, hogyha a politikai hatalmat gazdasági hatalommá konvertálják, az aktákat meg módszeresen ledarálják. Ennyivel nehezebb nálunk a múlt megismerése is. De hát azért ez, azt gondolom, hogy pont ez adja ennek a mi rendszerváltásunknak az ellentmondásosságát. És azért azt se felejtsük el, hogy amikor, gondolj csak bele, hogy amikor Gyurcsány Ferencet megválasztják miniszterelnöknek 2006-ban, még a naív nyugat-európai közvélemény sem fogja föl. A derék németek, akik egyébként olyannyira az igazság bajnokai szerepében szeretnek feltűnni, hogy az ő helyzete az, hogy egy olyan házból jár nap mint nap dolgozni, amit valaha egy zsidó embertől koboztak el, amiben beleült az ő feleségének a nagyapja, apró Antal, amit kiutaltak neki, amit ő leprivatizált magának, majd állami segítséggel felújított. És hogy ez nem veri ki a biztosítékot Európa szerte, hanem mindenki mosolyog és ünnepli a fiatal és modern szociáldemokráciát Magyarországon. Tehát azért ehhez nem csak naivitás kell, hanem valami nagyon tudatos és politikailag megalapozott, szándékos félreértése a történetnek. Hogy értse meg ilyen körülmények között a mai ifjúság azt, hogy mi is történt, ha ezt nem lehetett ilyen világosan kimondani, és még a nyugati közvélemény is élükön a kiváló tényfeltáró németekkel azt mondják, hogy hát ez itt rendben van, csak arra lennék kíváncsi, hogyha egyszer egy ilyen német kancellárt választanának, akkor mekkora botrány lenne. És ezek persze téged kitüntetnek, és ehhez szeretettel gratulálunk. Azért ez a fajta naivitás azért, hát hogy mondjam, jelentősen befolyásolja nem csak az európai közvélemény alakulását, hanem azt is, hogy mi milyen eséllyel indulunk a kommunista múlt feltárásával kapcsolatban. Egész másról
kezdtünk el beszélgetni, mint amiért engem ide hívtak, de hogyha már ebbe az irányba megyünk, akkor rendben van. Én nem tartom a Gyurcsány Ferencet baloldali szociáldemokratának, de ez a Német Miklós magánvéleménye. És hadd mondjam el neked, hogy én 2000-ben hazajöttem, és úgy gondoltam, hogy hát még egyszer megpróbálom. Tanultam annyit, láttam annyit a világból. És akkor én 6 hónapig az országot lejártam. Na nem azért, mert én nekem nem volt ismeretem arról, hogy mennyi a mennyi, hanem azért, mert nem tudtam a 10 év távollét után az embereket tapintani, mert csak hazaszaladtam 2-3 hétre. Ezért minden megyébe elmentem 2-3 napra, és nem a szocikkal, hanem mentem mindenüvel. Az egyházaktól kezdve, az érdekképviseleteken át, a piacon, a kocsmán, mindenütt, mert az embereket akartam hallani, hogy mit mondanak, hogy élték meg az eddigi 2000-ig tartó időszakot. Majd leültem a Szocialista Párt akkori vezetésével. És feltettem egy ilyen kérdést, hogy mennyi pénz van a kasszába. Azt mondták nekem, hogy kire, először harsányan nevettek, majd mondták, hogy nincs a kasszában, nem pénz van, hanem 360 valamennyi millió adósságunk van. És akkor szétnéztem a terembe, és azt mondtam, hogy itt az asztalnál ülnek jó néhányan, akiknek a nevét én Londonban hallottam, mert hisz a legutálatosabb része a munkámnak ott az volt, meg mind a 5-ünknek, már elnök, meg a 4 alelnök, hogy be voltunk osztva, hogy te ide mész vacsorázni, te itt ebédelsz, és állok az egyik, akkor vadidegen emberekkel találkozik az ember, állok az előtérbe, és leültetnek majd egy társaság, és hallom a hátam mögött, 2 francia, 2 német és egy angol beszélgetnek, és megmondják, hogy melyik szocialista párti vezetőnek mennyit kell az aktatáskába adni, ha azt akarják, hogy ezt az energiacéget, azt a... Tehát én pontosan tudtam azt, hogy itt nem a párt zsebébe mentek ezek a forintocskák, vagy dollárocskák, vagy akármik, hanem megfelelő más célra. De azért kiegyenlítem a dolgot, mert ez a híres lakóparki ügy, ahol a Rogán Toncsi meg a Varga Misi lakik. Nekem ott lakik egy barátom ebbe a lakóparkba, és ők mondták, hogy itt lakik ebbe az. És nekem megmondták, hogy mennyiért vették ők a lakást. Kérlek szépen, miniszteri fizetésből, meg államtitkári fizetésből azt a lakást ilyen fiatalon nem lehet megvenni. Tehát én ugyanúgy látom a korrupciót és a nem tiszta kezeket a jelenlegi koalíció embereinél is, mint ahogy elmeséltem a példát a szocialistáknál is. Azt gondolom, hogy a korrupció az nem feltétlenül csak egy rendszer sajátja lehet. Nem tudom, hogy ki hogy vette a lakását, és milyen forrásból, de én most ennek a politikai dimenziójára próbáltam az imént rávilágítani. Megmerem kockáztatni a következőt. Te a fővárost és a kormány helyzete ellehetetlenül, akkor a következő, hát most már elmondhatom, mert letelt a 25 év. A következő állomáshely, ahol a kormány, no nem úgy, mint Budapesten, de működni tud, az Gödöllő mellett van. A következő a Bükkfensíkon van,
és majd leestem a székről, mert a szülőfalumtól 2 kőhajításra Erdőbényén van az utolsó. Tetszenek látni az vonalat? Merre vonul a magyar kormány? Ha baj van. Második témakör, és ez volt a hidegzuhany, hogy meg kellett tudjam, kézzel írott 2 dokumentum, meg kellett tudjam, hogy Tótvázsony környékén, méghozzá Észak-Olaszországra irányítva, szovjet atomtöltetű hosszú távú rakéták állomásoznak az országunkban, és ezt ugye tessék végig gondolni. Nem mondhatod el senkinek, aláírod, ott volt a 70-es évektől kezdve, ott van az aláírásod. Hát karácsony előtt pár napig bírtam, mert a feleségem, mondom, mi a baj? Hát mondom, nem tudom, le akarok mondani. Eljutottam arra a pontra, és a 2 legjobb emberemnek, a 2 tanácsadómnak is elmondtam. Mondom, én most államtitkot sértek, mert ez így. És nagyon mérges voltam Kárpátira. 2 nap múlva elmondom az öregnek, hogy le akarok mondani. Ha, nem alszol, nem. Azt mondja, én 86 óta nem alszom. És én rágtam a fülét a Grossnak, hogy vesse fel, de nem vetette fel. Úgyhogy én márciusban fölvetem. Őszre kiviszik az oroszok az összes rakétát az ország területéről. Beszéltem róla a sajtónak? Beszéltem arról, hogy a szovjet csapatok kivonására kezet rázok márciusban? De mit mond nekem a Gorbacsov? Azt mondja nekem a Gorbacsov, hogy egy szót se a PB-be, se a kormánynak szóló jelentésbe. Ne nehezítsd az én helyzetemet Genfben és Bécsben, az amerikaiakkal való. Jó, mondom, akkor csinálj egy gesztust. Így kerül, le lehet tézni. Április 89. áprilisában egy jelképes szovjet csapat kivonás van Magyarországról. Kutya könnyű népszerűnek lenni. Hát kiállhattam volna én március 3-án, lejövök a repülőtérről, és elmondom. 1. Megállapodtam a szovjetekkel az atomrakéták kivonásáról, vagy Gorbacsovval. 2. Megállapodtam a szovjet csapatok kivonásáról. 3. Tájékoztattam, hogy lebontjuk a vasfüggönyt. 4. Tájékoztattam, hogy fölvesszük a diplomáciai kapcsolatot Chilével, Dél-Koreával, a Vatikánnal, Izraellel. Hogy soroljam tovább. Hát egy ember, akit én 86 óta ismertem, mert amikor agrártitkár lett, akkor idejött, 10 napig jártam vele az országot, így ültem bele a kocsiba. Miért jött ide? Mert arra volt kíváncsi, hogy nekünk a csernyozjom a fekete föld jobb föld, mint a tietek. Hogy csináljátok azt, hogy 10 milliós ország 16-17 millió embernek elegendő élelmiszert meg tud termelni? Mutassátok be nekem ezt, agrárpolitikáért felelős KB titkár ekkor. Na, tehát én így tudtam vele beszélni. De amikor kezet rázol egy emberrel, és azt kérdezi, és ő volt az első, engem nem látsz vele csókolózni, hanem civilizált módon kezet ráz az üdvözlésnél, és ő azt kéri tőled, hogy te erről egy szót se szólj, akkor egy ilyen ember, mert bizalomért bizalom jár, egy ilyen emberrel kezet rázol. Úgyhogy amikor Viktorot rázta, hogy ruszkik haza ki, már régen le volt zsírozva minden, a részletek jöttek. Megvolt a megállapodás. Csak nem volt nyilvános. És miért nem volt nyilvános? Mert én a szavamat adtam a Gorbacsovnak. Ott van a moszkvai tárgyalásom jegyzőkönyvébe. Utána kell menni. A Gorbacsov alapítványnál meg lehet nézni. Tehát
messziről indítottam ezt, hogy, hogy persze, téglát téglára. Az, hogy a Gyurcsány a lelkiismeretével, hogy, hogy számol el, hogy zsidótól rekvirált lakásban, és így tovább, és így tovább. De, tudod, milyen nehéz volt nekem azt feldolgozni, amikor a Kulcsár Kálmán behozza hozzám a közel 300 fő kivégzett listáját. 56-os hősökről beszél. 56. És látva, az nem egyedül Mansfeld Pétert végezték ki úgy, ami ismert, volt ott még kettő. Csak a Mansfeld Péter neve vált ismerté. És ugye, mit csináljunk? Hát család, nem tudjuk, hol vannak. Az akkori helyzetet még az jellemzi, hogy a TIB, a Történelmi Igazságtevő Bizottság, Hegedűs B. András, Mécs Imre, Gönc Árpád, és így tovább, Vásárhelyi Miklós, meg a család reprezentánsai, kérem, tudják, hova mennek? Grósz Károlyhoz. Hogy erről az újra temetés és az egész ügyről tárgyaljanak. Ahhoz a Grosshoz, amikor ő van Moszkvába és hallja, hogy már hogy újra temetés lesz, akkor ő Moszkvából, Klücskovtól meglenget a KB ülésen egy iratcsomagot, hogy ez a Nagy Imre dokumentációja, és csak annyit mondok az elvtársaknak, hogy Volodya néven még a családjáról is jelentett. Hát kérem, aki Sík Endrének a Vihar a levelet című könyvét elolvastam. Fiataloknak nagyon ajánlom. Sík Endre, Vihar a levelet. Ez a 30-as évek Moszkva. Az ne csodálkozzon azon, hogy a család tagjáról is jelentett a magyar kolónia. Mert amit Bulgakov a Mester és Margaritában megír, nagyon irodalmi és magas szinten, azt a Sík Endre a mindennapok nyelvén írja le, hogy mi is volt a diktatúra és mi volt a tirannú. Ez a későbbi külügyminiszter Sík Endre. Volt, ENSZ nagykövet is volt, meg külügyminiszter is. A Sík Sándor, az a vonal, vagy az a család. Na, tehát a TIB utána jön hozzám, mert a Grossznál, a Gross közölte, hogy egy KGB ügynököt akarnak így eltemetni, meg újra temetni az emberek. És ugye lépésről lépésre nekem a párt köldögzsinórját kellett elvágni. És ez május 10-én következik be. Egészen addig még engem is úgy jelöltek a Grósz utódjaként, hogy a párt központi, a párt főtitkára és a Hazafias Népfront főtitkára egy levelet írt a parlament elnökének, hogy javasolják felmenteni Grósz Károly elvtársat, helyére javasolják megválasztani Németh Miklós elvtársat. Ez volt a hatásköri lista, le egészen az üzemig. És Grósz javára legyen mondva, noha cselesen csinálta a dolgot, amikor ő lett miniszterelnök, én mondtam neki, hogy te mondom, hát az a kormány, hát az csupa, tehát nagyon, nagyon alkalmatlan személyek is ültek a kormányban. Igen, azt mondja, én felvetettem a Kádár elvtársnak, hogy legyen ez egy Grósz kormány, tehát hogy az egész, de a Kádár János elvtárs azt mondta, hogy ez szó se lehet róla. Ez a hatalom lényege, a személyzeti, a személyi politika. Úgyhogy neki, és panaszkodott nekem, hogy őt ez mennyire megrázta, hogy az öreg nem engedte ezt. És amikor eljött a pillanat,
akkor én a saját fegyverét mondom, Karcsi, én emlékszem, amikor te nekem majdnem sírtál a vállamon, hogy a Kádár nem engedte. Most te miért nem teszed meg, amit te kértél a Kádártól? Miért nem engeded? Ne, hát öregem, ha elintézed, hát jó, most indulj így, de ha elintézed a Népfrontnál, hogy erről a jogosítványukról lemondanak, akkor... Hát kérem, nekem rengeteg délutánomba meg éjszakámba ment, mert egyenként kellett embereket győzködni, de elérkezett a pillanat, amikor Huszár Istvánnak hívták akkor a Hazafias Népfront főtitkárát, akkor grosszal ők megírják a levelüket, hogy mostantól kezdve, és ez a második német kormány, amikor én egyszerre 7 embert teszek ki a kormányból, és 7 embert hozok be a kormányba. Azt mit akarok vele érzékeltetni a példáimmal, hogy működtetni, élni kellett ebben az országban, miközben azon dolgoztunk, mi pontosan tudtuk már a 70-es évek végén, hogy csőd az. Nem lehet, hát a 68-as mechanizmus az egy kísérlet volt. Fából nem lehet vaskarikát csinálni. Nincs jobb, egy pártrendszerben körülményei között nem lehet hatékonyan, versenyképesen piacgazdaságot működtetni. Lehet, van rá példa, egy diktatúrákban is, de nem a leghatékonyabb, nem a legversenyképesebb. Hát azért mi már a 80-as évekre mi már láttunk világot, meg tudtuk, hogy hol van a rendszernek a hibája. Megreformálhatatlan. Na már most. Ha én akkor azzal állok fel a központi bizottsági üléseken, hogy rendszerváltást, kérem, megbuktatnak bennünket. Mit találtunk ki? Modellváltásról beszéltünk. Modellváltás. Hát ez ugye ezt úgy be lehetett csomagolni. Tehát taktikázni is kellett, miközben a stratégia az világos volt. Abszolút világos volt. Ó, köszönjük szépen, Miklós. Én azt gondolom, hogy a beszélgetés menete az még akkor is, hogyha a határnyitásig nem a maga konkrétságában jutottunk el. Azt gondolom, hogy nem volt tanúságok nélkül való. Utólag 4 szem közt mondhatja nekem bárki, ha tanúságok nélkül való volt. De azt szeretném, ha világosan látnád, és erre azért itt történt számos utalás, hogy azért te itt egy olyan közösségben vagy, és a meghívás az nem véletlen, amelyik én azt gondolom, hogy éppen a saját egyházi tapasztalataink alapján elég világosan látja egyrészt a rendszerváltásnak a sokoldalúságát, sokszínűségét, a kegyelembe vetett hitünk által pontosan látja az emberi igazságtételnek a korlátait. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát mi a saját magunk belső ügyeiben sem akarunk ítéletet mondani senkiről. Ezt a jó Istenre bízzuk. És éppen ezért viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a személyes tapasztalatokat viszont amennyire lehet mélyen, és az olykor indulatok által is hitelesített személyes módon megismerjük. Úgyhogy ezért én nagyon nagy köszönetet mondok neked minnyájunk nevében. Nem provokálni akartalak, nem azért hívtunk, hogy tetemre hívjunk, hál' Istennek nincs tetem, pofont se csattant, csókolózni sem kell senkivel, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál közöttünk, és mindenkinek köszönöm a részvételt. Hát én nagyon köszönöm, de akik engem régről ismernek, én a kormányt is ott hagytam párszor, és rájuk csaptam az ajtót. Én az indulataimnak, ha különben szívinfarktust kapnék, tehát muszáj kieresztenem,
muszáj kieresztenem mindig, ha valami, tehát amikor érzem, hogy valami gyűlik bennem, elnézésüket kérem, én a Prőle Gergelyt nem, se megpofozni nem fogom. Egyike azoknak, akiket a jelenlegi kormányban dolgozók közül én nagyra tartok és tisztelek. Mert jól végezte a munkáját, és Berlinben, máshol is, tudok róla. A könyvet és az ajándékot nagy örömmel veszem, én nagy könyvfaló vagyok, úgyhogy el fogom olvasni. Akiknek a kérdésére meg nem jutott idő, mert kezdődik a következő program, hát azok majd legközelebb, 5 év múlva. Ha már az ajándékoknál tart, miniszterelnök úr, mi pedig a Szélrózsa szervezők nevében szeretnénk ezzel a borral megköszönni. Köszönjük, hogy itt volt. Gergely, neked is egyel szeretnénk megköszönni. Köszönjük szépen a részvételt, további jó részvételt kívánunk!